Sziasztok! Vargáné Bella Tünde vagyok, Tündi, három kislány édesanyja, furulya tanár és zeneóvodai foglalkozásvezető. A következő néhány percben gyerekdalokkal fogunk ismerkedni, és az itt látható hangszerekkel fogunk együtt játszani. Kezdjük egy furulya szóval, figyeljétek a dallamot, hát ha felismeritek. Ismertétek a dallamot? Bizony, ez a magyar népmeséknek volt a dala. Énekeljünk közösen is egy népdalt, hozzáhívjuk a kezünket, tapsolni fogunk hozzá, arról fog szólni a dal, hogy jó, hogy itt vagyunk és együtt vagyunk. Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk, úgy tetszik, hogy máskor is voltunk. Mulassunk hát egy vagy két óráig, még bucsunkat még ki nem adják itt. Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt, úgy tetszik, hogy máskor is voltunk itt. Mulassunk hát egy vagy két óráig, még bucsunkat még ki nem adják itt. Hát legyen így. Nézzük meg, milyen hangszerekkel készültem. Talán amit mindegyikőtök már fel is ismer, a színéről nagyon változatos, és talán ilyen van már az óvodátokban is, illetve otthon is. Tudjátok, mi ennek a hangszernek a neve? Ő a metallofon. Megmutatom közelről is. Azért így hívják, mert a hanglapjai fémből vannak, azaz metálból, innen jön a neve, hogy metallofon. Mellette egy kis állat csücsül, talán fel is ismeritek, mutatom. Mi lehet ez? Ő egy béka, és ott így is hívják ezt a hangszert, hogy ő a béka. Hogyha megsimogatom, akkor fog brekegni. Hátulról előrefelé kell simogatni, akkor adja ki ezt a kis kuruttyoló hangot. Tud hangosan is, és egészen halkan is. Található itt a másik oldalamon. Ő egy ütő hangszer, hallgassuk meg. Egészen különleges a formája is és a hangja is. Talán az órához tud hasonlítani. De úgy hívják, hogy agogó. És mivel két ága van, ő a két ágú agogó. Az első mondok, amit hoztam nektek, az Ráva közből származik, ugyanis én is onnan ott születtem, onnan származom, úgyhogy nagyon kedves számomra ez a mondóka. Arról fog szólni, hogy a malomban vagyunk, és búzát őrlünk. Először hívjuk segítségül a karunkat, és mi is őrüljünk a két karunkkal, így körbe-körbe, és közben elmondom a mondókát. Jár a mallom Kitti Katti, az sok búzát megőröli, éjjel-nappal csak azt mondja, Kitti Katti, Kitti Katti, Kitti Katti Katt. És megállt a malom. Most játsszuk azt, hogy a legvégén, amikor megáll a malom, összecsapjuk a kezünket. Nézzük meg csak a végét. Kitti Katti, Kitti Katti, Kitti Katti Katt. Ez az. Még egyszer. Kitti, Katti, Kitti, Katti, Kitti, Katti, Katt. Úgy bizony. Na most előről mondom a mondókát, készítsük elő a karunkat.
Jár a mallom, kitti-katti, assok búzát megőröli, éjjel-nappal csak azt mondja, kitti-katti, kitti-katti, kitti-katti. Ez az. Na most a malom járjon először csak szép lassan, és amikor a kitikati részhez érünk, akkor egy picit gyorsuljunk be, és hogyha van kedvetek, akkor akár énekeljétek is velem a kitkatot. Jár a malom kitikati, assok búzát megőröli, éjjel-nappal csak azt mondja, kitikati, kitikati, kitikati. Ez az! Még egyszer, gyorsuljon fel a malom! Jár a malom, kitti-katti, assok búzát megőröli, éjjel-nappal csak azt mondja, kitti-katti, 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 katt! No, melyik hangszerrel tudjuk ezt eljátszani? Én az agogót választom ehhez a kis mondókához. Így fog a malom kattogni és körbejárni. Rendben van? A végén pedig egy nagyot tapsoljatok nyugodtan. Jár a malom kitti-katti, assok búzát megőröli, éjjel-nappal csak azt mondja, kitti-katti, kitti-katti, kitti-katti-katt. Sikerült a taps a legvégén? Figyeljetek, most először tényleg csak lassan pörögjön a kerék a karunkkal, és utána, amikor a kitikati jön, ismét gyorsuljon fel a malom. Jó? Egy utoljára elmondjuk. Jár a malom kitikati, assok búzát megőröli, éjjel-nappal csak azt mondja, kitikati, 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 kat. Ez az. Ügyesek voltatok, remélem már a mondóka is egy picikét rögzült. Haladjunk tovább, nézzük meg ezt a kis békát, hogy ő akkor hogyan is szól. Egy Grillus dalt hoztam nektek, arról szól, hogy a kis békák éhesek, és a mamáiknak könyörög, hogy hozzon nekik szúnyogsültet. Így szól a dal. Béka mama lesben el, csak a torka lüktet. Kicsi fia kiabál, kérek szúnyog sültet, kérek szúnyog sültet. Itt ahhoz kérem a segítségeteket, hogy a legvégén kiabáljátok be azt, hogy kérek szúnyog sültet. Rendben van, próbáljuk ki együtt. Formáljátok a kezetekkel egy kis tölcsért, így jobban hangosabb lesz, a béka mama meghallja. Kérek szúnyog sültet. Még egyszer együtt. Kérek szúnyog sültet, kérek szúnyog sültet. A dal végén kétszer fogjuk kiabálni ezt, hogy kérek szúnyog sültet. No, figyeljetek! Béka mama lesben el, csak a torka lüktet, kicsi fia kiabál, kérek szúnyog sültet, kérek szúnyog sültet. Béka mama lesben el, csak a torka lüktet, kicsi fia kiabál, kérek szúnyog sültet, kérek szúnyog sültet. Ez az. Mi történt? Amikor másodjára énekeltük, a béka mama lesben állt, és halkan énekeltük a dalt, hiszen, hogyha elijeszti a szúnyogot, akkor nem tud hazavinni vacsorát. Viszont a kisbéka ezt nem tudja, ő hangosan kiabál és nagyon éhes, ezért ott ismét hangosabb voltunk. Próbáljuk meg így még egyszer, először halkan énekeljük, halkan kopogjunk, de amikor a kisbéka kiabál, az legyen nyugodtan jó hangos. Béka mama lesben el, csak a torka lüktet, kicsi fia kiabál. Kérek szúnyog sültet, kérek szúnyog sültet. Ez az, nagyon ügyesek voltatok. Ő volt tehát a béka hangszer. Emlékszünk a középső hangszernek a nevére, hogy is hívták? A hanglapjai fémből vannak, most majdnem el is árultam. Fémből vannak, ezért úgy hívják őt, hogy metalofon. Ővel egy lépcsőházi dalt fogunk tanulni.
először azt is inkább elmutogatjuk, hiszen nem mindenkinél van ott rögtön egy metallofon hangszer, úgyhogy de ezt nyugodtan el is tudjuk mutogatni. Arról fog szólni a dal, hogy van egy kisgyerek, aki egy nagyon nagy lépcsőházban lakik. És kimegy az ajtón, a lakásokból. Lelépcsőzik. Sok-sok lépcső. Lemegy ugyanis a lifthez. Utána fel fog liftezni, és bemegy megint az ajtón. Erről fog szólni a dal, hogy lépünk, azt nyugodtan kopoghatjuk az ajtón, az asztalon, illetve, hogyha liftezünk, akkor a kezünket fölemeljük, ha leliftezünk, akkor pedig le. Hallgassátok meg a dalt. Kimegyek az ajtón, felmegyek a lépcsőn, lemegyek a lifte, lemegyek a lépcsőn. Felmegyek a lifte, bemegyek az ajtón. Ennyi a kis dalocska. Jó, ti is készítsétek a kezeteket az asztalra, és amikor lépünk, segítsetek velem együtt lépni. Kimegyek az ajtón, felmegyek a lépcsőn, lemegyek a lifte, lemegyek a lépcsőn. Felmegyek a lifte, bemegyek az ajtón. Ügyesek vagytok. Sokan laktok társas házban, lépcsőházban? Na majd, hogyha ott laktok, vagy ott jártok, jusson eszetekbe ez a dal. Nézzük meg metallofonnal, hogyan is fog szólni. Itt fogok kopogni, amikor lépünk, leliftezünk, itt is lépkedünk egy picikét, és lépcsőzünk, aztán felliftezünk, és bemegyünk az ajtón. Kimegyek az ajtón, felmegyek a lépcsőn, lemegyek a lifttel, lemegyek a lépcsőn. Felmegyek a lifttel, bemegyek az ajtón. Próbáljuk meg még egyszer elénekelni, nyugodtan doboljatok ti az asztalon, hogyha nincsen otthon ilyen hangszer, ha viszont van, akkor játsszátok velem együtt. Kimegyek az ajtón, felmegyek a lépcsőn, lemegyek a lifttel, lemegyek a lépcsőn. Felmegyek a lifttel, bemegyek az ajtón. Ügyesek voltatok. No, most megismerkedtünk három hangszerrel, az agogóval, a metallofonnal és a békával. Játsszunk most egy kitalálósdit. Elrejtem őket. És nektek ki kell találni, hogy éppen melyik hangszert fogjátok hallani. Figyeljetek, még egyszer megmutatom a hangjukat. Béka. Metallofon. Agogó. Bocsánat, meg is mutatom. Kezdődhet a játék? Mi lehet az első hangszer? Agogó. Aki ezt mondta, kitalálta. Figyeljetek, következő hangszer mi lehet? B.
Bizony, bizony, ez a szép színes metalofon. Füleljetek, mi lesz a harmadik hangszer, amit hallotok? Hű, ezt már hallottuk. Emlékszünk még a nevére? Ő az agogó, bizony. Ki lesz a következő, akit hallunk? Bizony, ő a béka. Következő, figyeljetek, füleket kinyitni. Nagyon nehéz neve van. Színes, vagy nem színes? Színes hangszer, ő a metalofon. Figyeljetek, most egy becsapós kérdés jön. Ugyanis az agogot tudjuk reszelni is, de a békának is van egy ilyen hangja. Most a két hangszer közül kell eldönteni, hogy mit hallotok. Figyeljetek! Felismertétek? Ki volt ő? Ő volt a béka. Bizony. Figyeljetek, ő lesz a következő. Ez kicsikét reszelősebb hangú. Ő az agogó. Én mindig a két hangszer közül kell választani, mit hallotok. Mit hallottunk? Ő a béka. Úgy bizony. Nagyon ügyesek voltatok. Meg is ismerkedtünk három hangszerrel. Az agogóval, a metalofonnal és a békával. Zárásképpen énekeljünk el egy dalt, ami arról szól, hogy most már vége van ennek a néhány percnek. Az első kezdő dalunknak ez lesz a második verszaka. Tapsoljunk hozzá ismét. Megbúcsunknak hamar vége részen, szegény legény akármerre négyen, akármerre fordítjak a lapját, szegény legény így éli világát. Megbúcsunknak hamar vége részen, szegény legény akármerre négyen, akármerre fordítjak a lapját, szegény legény így éli világát. Sziasztok! Köszönöm, hogy velem játszottatok, tartsatok velem legközelebb is. Jó játékot!